Minimális változás történt nyáron a nyírbátori játékos keretben, egyedül Pánci Zoltán érkezett a csapathoz, Kovács Ákos pedig külföldi munkavállalása miatt távozott. A bátor azzal a határozott céllal vágott neki a szezonnak, hogy megszerezze a bajnoki címet és feljusson a tervezett egycsoportos NB1B-be. Ilyen magasságokban még nem járt a város férfi kézilabda csapata. A koronavírus járvány azonban megnehezítette Csapos János és a játékosok dolgát. Új edzéshelyszín után kellett nézniük a vezetőknek, végül Kisvárda, Fehérgyarmat és Hajdúnánás után Levelek lett a végleges megoldás, a hazai meccseknek pedig a Mátészalkai sportcsarnok adott otthont. A Nyírbátor valamennyi mérkőzését le tudta játszani. 9 győzelem mellé becsúszott egy vereség, így a második Kazincbarcikát 4 ponttal megelőzve vezeti a tabellát, az NBSC TVP, Páncél Zoltán pedig a gólövő lista élén várja a folytatást. Ezt minden mérkőzésen tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag az ellenfeleink úgy jönnek a pályára, hogy nincs veszíteni valójuk, mert jön a Nyírbátor. Hál' Istennek ezt, hogy így beszélnek rólunk, azért az jellemzi azt a csapat összetételt munkát, hogy esélyesnek tartanak bennünket. Az viszont, hogy duplázott energiával vetik magukat a küzdelembe, pontosan kijött azon az egyveriségen, amit Kisvárdán szenvedtünk el, ahol megjegyzem, a kisvárdai csapat nagyon szuperprodukciót nyújtott, nagyon jól játszott, többszörösen erővel vetette magát a küzdelembe, és az lett az eredménye, hogy a félidőben ugyan még vezettünk, de a mérkőzés végén sajnos már ők vezettek, nyerték meg a mérkőzést, amihez most is gratulálok. Az egyesület több utánpótlás korosztályban is indított csapatot, és ősszel az edzés lehetőségek szűkössége ellenére is valamennyi meccsen pályára tudtak lépni a fiatalok. Sikerült elérnünk ugye 4 éves munka után, hiszen így ebben a felállásban a 4. szezont kezdtük el. Sikerült elérni a nulláról, hogy utánpótláskorban 8 évesekkel, 9 évesekkel, 11 évesekkel, 13 évesekkel csapatokkal rendelkezünk. Ezek a csapatok a Nyírbátori gimnáziumban edzenek, ahol vagy gyakorlatilag ezek a tanulók járnak. Ez tulajdonképpen nagyon jó dolog, hiszen ugyanazok a pedagógusok készítik föl, tehát itt nincs olyan gond, mint ami jellemzi a serdülő, illetve az ifjúsági csapatunk felkészülését, ahol már több iskolából, illetve hát csarnok nélkül készülünk. Nagyon sokáig a Nyírbátori, amíg szabadban lehetett edzeni, a Nyírbátori Városi Sporttelepen edzett a serdülés az ifjúsági csapatunk, ahogy az idő egy kicsit elkomorult, úgy a Nyírbátori sporttelepen van egy ponyvával fedett műfűves futszálpálya, azért ez mégsem kézilabdapálya, oda szorultunk be. Visszatérve a felnőtt csapathoz, Szűcs Balázsék január 5-én Mátészalkán kezdik el a felkészülést. A bajnokság február közepén folytatódik, az első tavaszi fordulóban a második Kazincbarcika látogat az Éllovas Nyírbátorhoz.